család nekem, nagyon nagy gyönyör a kezembe, cuki csúsz és nem a sör. Futom a sulikor, ülakor, rümotes, most beszekem az öröm. Hey, te fasz fej, szedd fel a szemetet, dobd el. Mi a fasz takarsz, te mondd a szemet, ez téged, kiült a boxer. Kop-kop, ki az? Eldobtad a rekettet, imasz. A környezetet nincs már figasz, a környezet védelem fontos, ez igaz? A Jabberrel lefített. Remélem nem lesznek benne messzenen képek a Jabberről. Hogy bírja el a felhő? Akkor is nagyon-nagyon-nagyon basic ez a beat. Az biztos, hogy a klipek mostanában költséghatékonyak. Hát persze, mert nem fizetik. Nem tudom, észrevetted, de ez nem klip, fiam. Ja? Wow. A leírásban klip van írva. Ó, de most már visualizer van írva. Átírta. Wow. Hát a Jabber klipet kifizetted már? Na vannak itt azért jók is. A kígyó bűvölő, jaj ne! Tényleg kígyó bűvölő. A szó szoros értelmében. They expect me to move, hold this motion, keep the work. Senki tudja how I feel, I don't know show them when I'm hurt. Baldog shags what I want for you, baby, you deserve. Cause I do nothing rossz. Always with you, baby, with you, I'm a boss. Jézus úristen, ilyen szöveget. Szerintem ezt 10 perc alatt meg tudnám írni amúgy. És szerintem amúgy a Bilex 1 perc alatt meg tudná ezt írni. Én nem értem, hogy miért adja az Alex a nevét ilyenekhez. Alexnek ez egy nagy visszaesés. De hát ő leszarja, mert kell a pénz. Instagram DM-eket fogok leakelni, srácok, az Bilex-szel. Mindent el lehet mondani a Jabberről, de szerintem a hangja az jó. A hangja, igen, az az egy dolog. Na itt, jó, nem is fogom leakelni a kukiját így le, hál' Istennek, na. Na mert ugye nekem a Jabber kukiáról van képem. És én ezt elküldtem a Bialexnek. 16 éves lányoknak nyomul a bástyait, ugye elküldtem a Jabbernek a farkácsot, nem lát. Remélem a feat-et átgondolod. Illetve annyira hiteles, hogy a Snoop Dogg feat-je 200 másik előadó zenéjén is szerepel más BPM-mel. Te tényleg ennyire nem nézel utána az embereknek, vagy csak leszarod? Figyeld, mit írt rá Bialex? Jó van! 16 éves lányoknak küldje valaki a farkát, jó van, tesó! 60 éves az ember lassan, bazd meg, Bialex ezt így ír, hogy jóva! Mégis többet elért, mint te. Igen, igen, köszönöm, Levi. Mondtam egy szóval is azt, hogy kevesebbet értél, mint én? Nem mondtam ezt. Tudod, hogy hány streamben ismertem már el az Alexnek a munkásságát? Én tudom, hogy melyik bandában szerepelt az Alex először. Tisztelem őt, mint zenész, tudom, hogy tehetséges ember. Többet elért. De az, hogy így válaszol rá, az szíre szánalmas, hogy így válaszol valamire, vágod. De a munkásságát ettől függetlenül még tiszteltem, tudod, nem olyan a világ, hogy van a yin meg a yang, és akkor vagy utálsz valakit, vagy imádsz valakit. Ez nem így szokott ez összeállni, hogyha te fejedben ez így van, Levi, akkor ez rossz. Lehet, hogy jóval az juvat akart lenni, hát de utána visszaírtam, és oda már nem írt semmit. A bécsi szelet az ilyen hús, nem? Nagy rántott hús. Ja, real. Divós vagy mákos beigli, ezt szavazzátok meg. És utána mondok egy jót. Köszönöm szépen a még több subgiftet, te nagyon-nagyon sok vasút, nagyon tele vagy, figyelj. Diós, Mákos, Diós, Gesztenyés, na figyelj. Elmondom, mindegyik szar, vágod, a beigli az D-tier, nem tudom, hogy lehet megenni a beiglit, vágod, undorító a beigli. Semmi értelme nincs a beiglinek, sajnálom. Mi az, hogy el? Ez hogy el? Én ezt nem értem. Nem szeretem a beiglit, vágod, a Mákot se szeretem, a Gesztenyét se szeretem, meg a Diót se szeretem. Mit tegyek a beiglin akkor? Egy csokis beiglin. Egy csokis beigli az ehető. Jó, akkor legyen C. A gulyásleves nem rossz. Amúgy. Én azt is beraknám egy B-térbe, de a halászlé a szar. A halat amúgy nem is tudom, hogy lehet megenni. A mondom vagyok, hogy az összes olyan dolog, ami a vízből jön ki, az undorító és ehetetlen és büdös. Magzat vízből jöttem ki. De nincs kopoltyúm! Nem ettél még polipot, az a bajod. Hagyjál polipát, elhányom magam, hogyha rágondolok. Tócsni, az estír, tesom, bármikor meg lehet csinálni. Bundás kenyér, szintén estír. Tócsni, nem amúgy a tócsni is B legyen szerintem inkább. De tócsni az amúgy nem a cigány kenyér? Én hallottam valami ilyen nevet is, hogy cigány kenyér. A pörkölt, tesó, estír, a legjobb kaja világon a pörkölt. Aha, hurka kolbász, amúgy szerintem az is amúgy lángos. 1000% madártej, az nagyon len van. Pogácsona, az egy nagyon generik kaja amúgy. Vannak nagyon jó pogácsák, de nagyon rosszak is. Vagy nem, amúgy a pogács az általában finom. Az általában mindig jó. De a madártej. Amúgy rég nem ittam madártejet. Figyelj, amúgy én mizós az iható amúgy, szóval legyen C mondjuk. Túrorúdi az egyértelműen estír amúgy, ez gondolkodás nélkül. A palacsinta is. Rakott krumpli. Hát azt azért meg lehet enni, de az ilyen B. Dobos torta. Nem szeretem a tortát. Kürtős kalás, az is amúgy estír. Zöld borsó főzelék. Nem lehet a D alá tenni egy tírt amúgy. Ja, amúgy a kakaós csiga menjen föl. Nem, legyen A amúgy. Vannak rossz kakaós csigák is.
De leje édesség. Jó, de akkor ez ilyen csak ilyen lekvárral töltött tészta. Az jó amúgy! Az csak B, az B, az legalább B, legalább B. Túros gombóc csak lapos, jaja, úgy is néz ki amúgy. Akkor a szilvás gombóc ugyan oda megy. Töltött káposzta. Hát srácok, ez unpopular opinion lesz, de nem szeretem. Kocsonyát azt föl se rakom oda. Hagyjuk is. Húsleves, átír. A húslevest bármikor, bárkiét meg lehet enni. Jót tesz, kurva jó. Paprikás csirke, na ez amúgy egy B-tír szerintem. Sült vér! Biztos, hogy nem. Szaloncukor. A szaloncukor az egy C-tír, mondjuk. Nagyon sokféle szaloncukor van, legyen B. De vannak nagyon rosszak, vannak nagyon jók is, de sokféle van. Így overall maga a szaloncukor amúgy nem rossz, de több rosszat ettem, mint jót. Rántott sajt, a top 1. Top 1 rántott sajt. Tök főzelék? D. Somlói galuska. Az amúgy átír. Mi a bajom a tök főzelékkel? Hát, soroljam! A tök meg a főzelék. Túró gombóc, éjjó! Paradicsomos káposzta. Hát, az sem. Zserbó, az is egy ilyen C-tír kaja. Túrós csusza, na az ide a pörkölt mellé megy előre. A túrós csusza, világi étel. Lecsó, az amúgy egy átír kaja szerintem. Töltött paprikás, paprika megtöltve hússal. Amúgy az se rossz. Én csak szimplán a gombócot szoktam szeretni. Paprikába töltve annyira nem csipa, de amúgy nem rossz, ez is mehet egy átírba szerintem. Nem, legyen inkább B-tír. Ez így jó, ez amik itt lent vannak, azokat föl se rakom. Az a helyzet. A megyleves is egy D-tír nekem. Undorító. Rétes. Milyen rétes? Túrós rétes. Mi a fasz? Lelőnek! Ne, megjött a Steve! Rétes, legyen C, mert a túrós amúgy az jó. Körözött kocsonya, hát ez ennyi. Ennyi. Ennyi a tier list. Szerintetek W ez a tier? Tier list. W, egyet tudtok vele érteni, nem tudtok vele egyet ért, el. Gesztenye pürével, mi a bajod? A gesztenye. De a pürével se vagyok annyira kibékülve. Szar az ízlése. Miről beszélsz? Ez a legfinomabb kaják vannak legfölül. Azt nem tudom, észrevettétek egy, de bármi, ami egészséges, az nincs S-tírbe amúgy. Az átírbe a húsleves, az úgy, hogy van egészséges. Meg a lecsó mondjuk. Nem rossz az a tócsni. Legyen átír a tócsni. És mondjuk a kürtös kalácsot azt nem vinném le. A bundás kenyeret leviszem átírbe. Na így. Így jók vagyunk szerintem. Hagymás vér hiányzik innen. Hagyjuk is. Na szerintem ez W. W. Be is küldöm DC-re, várj, így. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.